Ezt a meghívót küldte postán a harkányi polgármester a saját fiának. A levélben az áll, hogy a fiú jelenjen meg az augusztus 19-i városnapi ünnepségen, ahol édesapja átadja neki az évtanulója kitüntetést. 2018-ban történt egy hasonló eset a városban. Akkor Baksai Tamás polgármester a harkányért érdemrenddel tüntette ki Baksai Endrét, a saját édesapját. Kerestük Harkányváros polgármesterét, szerettük volna megkérdezni őt is a kitüntetésekkel kapcsolatban, azonban sem mobiltelefonon, sem pedig a hivatalában nem sikerült őt utolérnünk. Szóltam Kriszta, hogy ünnepelnek. De most szegény gyerek egyébként nem tehet erről. Tehát, hogyha akkor... Egyébként ebben a önmagunk kitüntetésének, hát bizonyos rendszereknek, de a Fideszben is régi hagyománya van. Azért emlékezzünk, amikor Mikola István még egészségügyi miniszterként kitüntette a saját feleségét, testvérét, nem tudom, elnézést kérek a rokonoktól, akiket kihagytam. És én magam is voltam egyébként megyei jogú városban olyan ballagáson, egy unokatestvérem ballagáson, ahol a megyei jogú várospolgármesterének a testvére a saját fiát tüntette ki az évzárón. Szóval egyébként... Szerintem ez lehet, egy borzasztó cuki, bocsánat, csak így a színház rendezői székből, borzasztó cuki jelenet, nem, hogy kedves XY, fáradjon ki, és akkor kijön a fiam. Nagyon szeretettel gratulálok, hogy te lettél a legjobb tanuló itt a Harkányban. Bocsánat, biztos nem így beszélnek a harkányiak, hanem teljesen normálisan természetesen, és akkor azt mondja, hogy köszönöm, apa. Ja! Polgármester úr, köszönöm szépen! Én is köszönöm, kedves tanulónk, édes fiam, gratulálok! És kész, szerintem ez egy cuki hír ide a végére, és ez egy ilyen tényleg vesztes-vesztes szituáció, mert mit csinálsz akkor, amikor te vagy a polgármester, és azt mondja, hogy figyeljetek, mi minden évben adunk a legjobb tanulók, idén ki a fiad? Ó, te jó ég, most mi lesz? Vagy amikor a gyerek azt mondja, hogy figyelj, te vagy te a legjobb tanuló, tehát hogy így ebben nem lehet jól kijönni, reménykedjünk, hogy a tanárok... Egyébként tényleg a legjobb tanuló lett? Azt azért nem tudjuk. Ez nálunk is így van, tehát nálunk például a gyermek most elbelagott a bölcsödéből. A legjobb bölcsis díjat. És én tőlem megkapta a legjobb bölcsis díjat, úgyhogy végül is azt mondom, hogy valószínűleg ez a világrendje. Tudjátok, én azt mindig a gyerek szempontjából nézem a világot, témájában, hogy ugye itt elmondott, hogy a többi gyerek mit szól ahhoz, hogy ugye most az apja nem polgármester, és akkor nem lehetett kapni. Én ezt a gyereket sajnálom, tehát ennek aztán örömet nem fog okozni ez a díj, az biztos, mert hogy... biztos, hogy kikezdik még akkor is egyébként, ha Nogdacu elképzelhető, hogy tényleg az övél volt a legjobb tanulmányi átlag. Ez az a tipikus eset, amikor ezt nem, meg kell várni, ameddig nem ő lesz a polgármester, és akkor a következő polgármester majd kitüntethet. Tehát, ha ő a legjobb tanuló, tényleg... Évtanulója. Tényleg, közben tökre igazad van, tehát voltam egyszer az ezred legjobb katonája, kaptam kitüntetést, és az van, hogy én voltam az egyetlen bevándorló az ezredben, és az összes katona azt mondta, na persze, kinek adják? Annak az egynek, aki alig beszél héberül, azt se tudja, a jobbra átököl, balra fordul. Egyébként tényleg így volt, de közben nagyon igyekeztem, és nagyon akartam, és nagyon hajtottam, és nagyon jók voltak az eredmények, amikor kiszólítottak, nem értettem, hogy mi van, és mondta, menj ki, megkaptad, hülye gyerek. Ott van apukád az ezred parancsnok. Szóval, hogy ez tényleg így csak így veszíteni lehet ebben, de hát ha egyszer megérdemli, higgyünk a rendszerben. Ez így van. Na, de azért a hírnek volt egy másik fele is, hogy az édesapját is egyszer már korábban. Azt mondom, hogy saját édesapja Harkányért érdemére menne. Ő volt a legjobb édesapa Harkányban, de tehát miért vagytok ilyen piszkálók? Azért van egy család, amelyik mégiscsak meghatározó jelleg a város életében. Én nem vagyok Harkány. Azt mondta, hogy nem véletlenül kerültek oda. Ez genetikailag öröklődik a családban, hogy volt a szuperapuka, a csodálatos fia és a még fantasztikusabb unokáját. Van ilyen? De szóval, hogy ez ott helyben, meg úgy egyébként ez nem annyira... Hagyj éljek vissza azzal a mondattal, amit az András itt egy másik témában elmondott, hogy most az nem jövő lesz, hanem lesz majd egy következő választás. Tehát a választásoknak erről kellene szólni. Tehát nyilvánul, hogy én Harkányban élő, ottani állampolgár lennék, akkor azért erősen elgondolkodtatna ez a szemlélet, és lehet, hogy ő egyébként egy jó polgármester, nem tudom, tehát ebben a részben nem nyilatkoznék, hogy most... De az emberi
dolgokra azért ez mégiscsak mutat egy kicsit. Ez tehát nem elegáns egész nem, egyszerűen, nagyon. Nem elegáns. Ugye nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. Tehát még hogyha szerencsétlen srác is volt tényleg a legjobb tanuló, valóban akkor sem egy szerencsés húzás. Én lehet, hogy többet látok ebbe, nem ebbe a történetbe, de abba, hogy rámutat arra, hogy minél kisebb egy település, és most nyilván nem Harkány méretű, hanem kisebb települése, annál nagyobb a függőségi rendszer, és abból annál nehezebben szakad ki a helyi társadalom. Ez egy létező probléma, és hogy nem is biztos, hogy ki akar szakadni. Tehát ugye, ez a létező probléma, és a másik létező probléma az, hogy ezzel a regnáló hatalom, jelen pillanatban most éppen a Fidesz, nagyon markáns és nagyon egyértelműen visszaélt. És ugye itt ilyenkor jelennek meg az ilyen fogjulejtett települések, meg a fogjulejtett társadalmi csoportok, akik ebből először nem tudnak szabadulni, aztán utána valószínűleg nem is akarnak szabadulni, mert hogy ez mégiscsak az, ami biztonságot, valami kényelmet a hétköznapokban. Egyetlen egy elvárás van, hogy az X a megfelelő pillanatban a megfelelő helyre menjen, és akkor ezt meg is le is kell fotózni persze, és itt jönnek már a kényelmetlen helyzet. Hogy egy-egy ilyen településre elmegy mondjuk ajánlást gyűjteni X ellenzéki politikus, fél évente egyszer látnak egy ellenzéki politikust, ez nem lesz alternatíva. Egy csomó olyan település, ahol nem csak fél évente látnak ellenzéki politikust, van, ahol meg semmilyen politikust nem látnak, tehát hogy szerintem egyszerre mind a kettő egyébként adott esetben jelen tud lenni. Másrésztről pedig, hát igen, ezért hullafáradtak most éppen a politikusaink, mert csinálják ezt a munkát, amit egyébként lehet, hogy nem minden nap csinálják. Másrésztről meg ugye válasszuk el az országgyűlési választásokat a helyi választásoktól, tehát amiről mi beszélünk, ez nyilván helyi szinten jelenik meg, és azon túl, hogy helyi szinten megjelenik, ezen túl azt is láthatjuk, hogy Mikszáth óta nem sokat haladtunk előre. Igen. Tehát tulajdonképpen ugyanaz az urambátyám rendszer van. De azért, mert az adott minél kisebb a település, ahogy te mondtad az előbb, annál inkább az az ember dönt mindenről. Vele kell jóba lenni, mert itt mi eljátszhatjuk az ellenzékit, mert országosan meg nem tudom mi, de hogyha egy 1000 lakosú településen valaki nagyon beszól a polgármesternek, annak általában nem szok jó vége lenni. Én nagyon sok olyan történetet tudok, most a saját szakmámból, ahol háziorvosokat, pedig ugye az nem egy túl népesedett társaság, háziorvosokat gyakorlatilag raktak ki állásból azért, mert a helyi polgármesterrel nem jött ki, és kénytelen volt magánorvosként dolgozni a faluban, mert valakit odahoztak, egy ismerőst vagy valamit, tehát azért ott sokkal-sokkal inkább dönt a helyi dolgokról. Az országos az nem megy le odáig. Tehát... Hát ezzel a vidám látlelettel idézőjelben zárjuk a mai adást. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önöknek is köszönjük szépen a figyelmet. Most a jövő héten is lesz civil a pályán, de egészen kivételesen Slazsánszky Ferenc várja majd önöket, úgyhogy mindenképpen tartsanak vele. Én elmegyek szabadságra, de remek adás lesz, és most is maradjanak az ATV-n. Szép estét!